Szép estét kívánok! Jól tették, hogy ide kapcsoltak, hiszen elárulhatom, hogy vasárnap Balatonbogláron egy vagány motoros misét is láthatnak. Kíváncsiak? Akkor kezdjük! Kemény tekintetű motorosok zúgnak végig Balatonboglár utcáin, hogy aztán az evangélikus templomban a tiszteletes áldását kérjék. Az ünnepi istentisztelet után motoros ügyességi vetélkedőt is láthatnak majd. Az élet foltvarrás nélkül olyan, mint a kert virágok nélkül. Ha megtanulod élvezni a virágok illatát, többé nem akarsz nélkülük élni. A Tűt profinforgató elszánt csapat a Tűtánc foltvarró csoport tagjainak nyílik kiállítása keszthelyen a Balaton Színházban. Aggodalomra azonban semmi ok, csupán élettelen anyagokkal dolgoznak, senkinek nem varják majd be a képét. Nem tudja, mik azok a designer drogok, és hogy milyen veszélyeik vannak? Zahér Gábor toxikológus előadásán kiderül. Egy rejtélyes bünténynek járhatnak utána a Bolondlány című krimi vígjátékban Keszthelyen. Egy milliómos bankár házában történt bűneset hozza lázba a párizsiakat. Kiölte meg az uraság sofőrjét és mindenesét. Talán egykori szeretője, hogy új kedvesét mentse? Esetleg a fes idősödő bankár, mert maga is szemet vetett a nőre? Vagy annak hitvese, kinek ártatlanságát csak egy eltűnt báli kesztyű igazolhatná? És egyáltalán kinek az érdeke az ügy elhallgatása? Nem értik? Nézzék meg! Kilenc évvel ezelőtt indult útjára a Füredi Márciusi Kupa, melynek folytatásaként idén 8. alkalommal rendezik meg a Dibusz László sakkemlékversenyt. Dr. Dibusz László főorvos nem csak kiváló játékos, hanem kiváló sportszervező is volt. Az ő ötlete alapján rendezik meg minden évben az amatőr játékosok és gyermekek nagyszabású versenyét. A megmérettetésen 3 csoportban lehet indulni. A pöttöm, vagyis 1-től 4. osztályosokig, az ifjúsági, vagyis 5-től 8. osztályosokig, valamint egyéni csoportban, amibe bárki benevezhet. Örkény István egyperces novelláiból láthatnak zenés irodalmi előadást Hévízen. Fergeteges folklór műsorok, operett előadás és játszóház ígér kikapcsolódást az egész családnak a Balaton-Almádi tavaszi zsongásnapokon. Napokon. 75 éves múltra tekint vissza a Balaton-Füredi évadnyitó vitorlás ünnepség, ami idén sem maradhat el. Az ünnepség kora reggel a hagyományos szezonnyitó horgászversennyel kezdődik, melyet Balaton-Füred város fúvós zenekarának térzenéje követ a Rózsakertben. Az ünnepi beszéd után felvonják a központi vitorlás hajóra a nemzeti lobogót, megkoszorúzzák a Balatont, a felsorakozott vitorlás hajókon megtörténik a vitorlabontás, mellyel hivatalosan is megkezdődik a hajózási szezon. Ma este egy kicsit messzebbre, Zalaszántóra hívom Önöket egy vízimalomhoz, ami a hét turisztikai ajánlata. A műemlék jellegű épület helyén már a török időkben is vízimalom állt, amelyet a Zerna patak vize hajtott. A malom a 20. században került Kocsi Nándor tulajdonába, korábban Major János féle vízimalomnak nevezték. 2004 óta a gyönyörűen felújított épületben működő malomipari gépekkel, a molnárok munkáját, életét bemutató tárgyakkal, dokumentumokkal ismerkedhet meg az érdeklődő. A bemutató helyen játszótér, piknikezőhely és kiadványbolt várja a látogatókat. Az épület most technikai okok miatt nem látogatható, de júliusban ismét várja az érdeklődőket. A jövő héten is várom Önöket, többek között egy túra cipős kultúrával. Viszontlátásra!